A Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában egyeztetett Románia-Magyarországi nagykövete. A megbeszélés célja a két ország közötti együttműködés elősegítése volt. Hazánk jelenleg a harmadik legnagyobb export és import kereskedelmi partnere Romániának. Az országok közötti termékforgalom összege két éve elérte a 15 milliárd eurót. It was a good discussion today at the Chamber of Commerce and Industry at Szabolcs-Szatmár Bereg County. Egy hasznos egyeztetés volt a mai a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamarával. A megbeszélésen a különböző ágazatokban tevékenykedő cégek képviselői is jelen voltak. A vállalkozók egyik legfontosabb tapasztalata jelenleg, hogy a határnál jellemző várakozási időt nagyon hosszúnak tartják. Az, hogy Románia még nem tagja a Schengeni övezetnek, probléma a cégek számára, mivel rengeteg időt és pénzt veszítenek, főleg az élő állat és az élelmiszerek határon át történő szállítása során. Az egyeztetésen elhangzott, a Vármegyei Iparkamarának tavaly zárult egy 3 éves Szatmárnémetivel közös foglalkoztatást segítő programja. Jelenleg a fenntartható turizmus és a digitalizáció területén is zajlik román partnerrel közös fejlesztés. A megbeszélésen elmondták, a magyar és a román cégek számára számos együttműködési lehetőség kínálkozik. Egy szomszédos országról van szó, uniós országról van szó, NATO országról van szó, szomszéd megyéről van szó. És azt tudtuk és láttuk, hogy nagy fejlődésen ment keresztül a két ország kapcsolata. Korábban voltak bizonytalansági tényezők, ami azt jelentette, hogy úgy tűnt, hogy nagyon sokan nem mentek bizalommal Romániában, mert nem azt látták, hogy ott minden jogkövetően folytatódik. Ebben nagy változás történt, és ma már elmondhatjuk azt, hogy igen-igen jó üzleti kapcsolatok alakultak ki magyar és román vállalkozások között. Majd olyan vállalkozók voltak, elmondták, hogy milyen fejlődést értek el, és mit látnak Romániában. És ez egy jó dolog. Az is egy jó dolog, hogy tehát most mint két szomszédos ország, közel vagyunk egymáshoz. Viszont az, ami felvetődött is tényleg gond, ez az, ami most jelenti a logisztikát, a szállítást. A Romániában aktív magyar cégek képviselői a helyi gazdasági környezettel kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg. Igazából nekünk a tapasztalataink azok kellemesek. Természetesen vannak például adminisztrációhoz kicsit, úgy mondom, lassabban mozog a jóváhagyási rendszerek, a különböző hatósági jóváhagyások, ezek picit lassabban mozognak. Ami a másik része, ami nagyon fontos szokott lenni, a két ország között még van forgalom, és ugye a forgalom és a határátlépés, az vannak időszakok, amikor teljesen normális, vannak azokban olyan időszakok, amikor kicsit lassabban megy. A romániai autópályák hossza tavaly elérte az 1000 kilométert, emellett további 700 kilométernyi szakasz építését tervezik. Az infrastruktúrális fejlesztések mellett a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok élénkítését segíti, hogy Románia a légi és tengeri forgalomban még márciusban csatlakozik a Schengeni övezethez. A közúti és vasúti határ- és vámellenőrzés megszüntetéséről pedig folytatják a tárgyalásokat.